Novák Előd, a mi hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Miért nem támogatja a kormány a Mi Hazánk Mozgalom megoldási javaslatait címmel? Ön a szó, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, sajnos a kormány több ezer ember csempész szabadon engedése mellett igenis támogatja a legális bevándorlást is, tehát a főként Ázsiából hozzánk érkező vendégmunkások letelepedését. De az illegális migránsokkal szemben is csak félmegoldás van. A Torockai László által ásotthonom polgármestereként már 2015 elején javasolt határkerítés megépült, de az áttörő migránsokat csak visszakísérgetik a start vonalra, hetente 1-2 ezret, hogy újra próbálkozhassanak. Nem is vizsgáljuk át a ruházatukat, táskáikat sem, pedig van náluk drog, fegyver, pénz is bőven. Eddig mintegy 700 milliárd forintot költöttünk az illegális migránsok elleni déli határvédelemre, és a kormány hiú ábrándja, hogy ezt majd az EU egyszer kifizeti. Nekem különösen fájó kimondanom, de a magyar határt nem a honvédek védik meg, vagy a rendőrök, és nem is a kerítés, hanem az alacsony bérek. A múlt hónapban megszavazott migráns import törvénnyel is azt célozzák, az ázsiai vendégmunkások tovább csökkentsék a magyar bérek reálértékét. De nem így kéne ezt csinálni. Miniszterelnök úr, miért söpörte le a kormány a Mi Hazánk Mozgalom javaslatát, hogy több millió forintos helyszíni bírságot szabjanak ki a kerítésen átjutókra? Hiszen a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, melyek jó részt az embercsempészekhez jutnak. Elkobzásukkal viszont hamar elmenne a migránsok kedve a Magyarországon való próbálkozásoktól, így 100 milliárdokat spórolhatnánk meg a határvédelem terén az elrettentő hatású szankciókkal, és eredményesebb is volna a kontinens hódítók visszaszorítása. Persze a liberális nemzetközi jogvédő, szerintem sok esetben inkább bűnpártoló szervezetek majd sipítoznak, hogy Magyarország kirabolja a migránsokat, de legalább majd messze elkerülnek minket. Miért mi fizessük a sorozatosan rongált határkerítés javításait? És miért nem támogatja a kormány azt a javaslatunkat sem, hogy a határkerítésen áttörők mobiltelefonjait foglalják le bűnjelként, hiszen azzal az embercsempészek felderítését is megkönnyítenénk, ráadásul az szintén elvehetné a migránsok kedvét, hogy nálunk próbálkozzanak. Kérem tisztelettel. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, parancsolja miniszterelnök úr. Képviselő úr egy nagyon nehéz ügyre tapintott rá. Vannak országok Európában, amelyek azt csinálják, amit ön mond. Elkobozzák a telefonokat, az értéktárgyakat, az ékszereket. Tudok ilyen országot mondani. Az igazság az, hogy mi is rendszeresen átnézzük a migráns helyzetet. És azt látjuk, amit ön is mond. Durvák, erőszakosak megpróbálnak bejutni. Mindegyiket nem tudjuk börtönbe zárni, ezért kísérjük őket vissza, mert akkor nekünk kéne őket eltartani. És miután a börtönénk meg már tele vannak az embercsempészekkel, ezért túl kevés négyzetméter jut egy emberre. Éppen ezért. Túl kevés négyzetméter jut az európai normák szerint egy emberre, és itt rendszeresen megbírságolnak bennünket. Tehát nem elég, hogy fogjul ejtjük a migránsokat, bezárjuk meg az embercsempészeket, utána még az Európa eltartjuk őket, az úgymond megbírságol bennünket, nincs elég hely a börtönökbe. És egy börtön fölépítése 50-60 milliárd forint, éppen csináljuk is, de gyorsabban nő a embercsempészek és a migránsok száma, mint amilyen gyorsan börtönöket tudunk építeni. Tehát az egész helyet abszurd. Jogos tehát a felvetés, hogy nem kellene durvábbnak lennünk. És az igazság az, hogy ez nekünk okoz problémát, mert sok év szó mellette, hogy kellene. De az igazság az, hogy egyik még nem vitt rá bennünket a lélek, ez a helyzet. Az igazság az, hogy ezek, akik átjönnek, sok esetben elég nyomorult helyzetben lévő emberek. És nehéz helyzetben élő emberek. És én megmondom őszintén, nekem nem személyes bajom van a migránsokkal. Nekünk a migrációval van baj. Tehát nem tekintjük ellenségnek őket. Egyszerűen azt akarjuk, hogy ne jöjjenek ide, és ide jöttek, akkor visszavisszük őket, és ne jöjjenek újra. Nem akarjuk őket bántani, nem akarjuk őket kifosztani, nem akarjuk őket megverni, elvenni a nem tudom micsodájukat. Vannak országok, akik ezt csinálják, mi ezt nem csináljuk. És remélem, hogy a helyzet nem romlik odáig, hogy ilyen lépésekre kell adni a fejünket. Köszönöm szépen. Megköszönöm. Miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót egy percben. Parancsoljon, képviselő úr. Miniszterelnök úr, ne remegjen meg a keze, Magyarország a magyaroké.
a magyar történelemben a legtöbb rendőrségi eljárás megindítására egy nap alatt, nem az 50-es években, nem is 2006-ban került sor, hanem 2021. március 15-én a Mi Hazánk lezárás ellenes, Covid-diktatúra ellenes tüntetésén. Akkor esetenként milliós bírságok mellett számos zászlónkat, transzparensünket is elkobozták. Ugyanezt miért ne tudnák megtenni a déli határkerítésen áttörő migránsok mobiltelefonjaival, például bűnjelként lefoglalva azt? Miért nem támogatja a kormány a Mi Hazánk mozgalom megoldási javaslatait, hogy 100 milliárdokat spórolhassunk meg a határvédelem terén az elrettentő hatású szankciókkal, például helyszíni pénzbírságolással? Kísérletet sem tesznek az illegális migránsok igazoltatására sem, akármilyen körözött, bűnöző, kiutasított embercsempész, akárhányszor próbálkozhat, csak visszataxizzuk őket a határkerítés túloldalára. Nem csoda, hogy a szlovák házelnök ugye néhány hónapja azt mondta, hogy régen le kellett volna zárni a magyar-szlovák határ, mert ott a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek. Hát ennyire működik a magyar határkerítésen is a határvédelem. Kérem ezért lesöpört javaslataink. Köszönöm. Újra gondolását. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, viszontválasz, illeti meg miniszterelnök urat, ön a szó, miniszterelnök úr. Higgadságot és logikus észjárást javaslok ezekben az ügyekben. Ha azt tennénk, amit ön mond, valakit, akit elfogtunk illegális határátlépés miatt, és meg akarnánk bírságolni, vagy elvennénk tőle, amilyen van, vagy eljárást kell indítani, ez egy jogállam. Bírósági eljárást kell indítani. A hatóságit utána bíróság előtt megtámadhatja, és a jogvédők meg is fogják támadni. Addig itt fog tartózkodni Magyarországon. Ha nem akarjuk, hogy itt maradjanak, akkor azonnal minden eljárás nélkül vissza kell őket vinni a kerítés másik oldalára. Egyébként tele leszünk olyan migránsokkal, akiknek az ügyeit éppen elbírálás alá vonták a különböző hatóságok. Tehát szerintem nekünk az a jó, ha akiket elfogtunk, minél hamarabb megszabadulunk tőlük, nem bántjuk őket, visszaküldjük, és mondjuk, hogy ne jöjjenek újra. Hát igen, de képzelje, mennyien jönnek, ha nem védenénk a határt. Tehát az állítás, hogy a védekezésnek az mutatja a gyengeségét, hogy még mindig jönnek, az logikailag nem állja meg a helyét. A védekezésnek a hatékonyságát az mutatja meg, hogy most mi erről a kérdésről vitatkozunk. És hogy van miről vitatkozunk. Egyébként csak úgy átmennének rajtunk, hogy akkor mentek, amikor még nem volt kerítés. A határkerítés jó, szükség van rá, a határvadászokat részben a Jobbik javaslatára felállítottuk, a védekezésünk eredményes, kétségkívül nem százalékos, nem 100%-os, de eredményes. Kérem, hogy inkább ismerjük el az ott dolgozóknak a munkáját, ahelyett, hogy lebecsülnénk annak a munkának az értékét, amit végeznek. Megköszönöm. Miniszterelnök úr válaszát.